Műsorunk vendége Harkai Hunor, sportmenedzser és kosárlabda edző, aki hát tulajdonképpen itt Topolyán kezdte a pályafutását, de azóta már több európai országban, több európai csapatnál is megfordult. Köszöntelek, Hunor! Üdvözlöm a nézőket! Hol dolgozol most éppen? Jelenleg a Portlaoise Panthers csapatánál dolgozok, ahova szeptemberben szerződtem el. A klubban a férfi felnőtt, a női felnőtt csapatot edzem, valamint két utánpótlás csapatot, illetve a legtehetségesebb utánpótláskorú játékosnak tartok egyéni edzéseket. Ez egy írországi csapat, tehát akkor nézzük egy kicsit az alapokat, ugye én se sokat tudok bevallani őszintén az ír kosárlabdáról. Meglepődtem rajta, mivel jobban tartom a minőségét, mint ahová besorolják, mivel a felnőtt csapataik, illetve az utánpótlás csapataik a különböző selejtezőkön, a B divízióba szerepelnek. Azt kell, hogy mondjam, hogy azok a játékosok, akik az én klubomba tartoznak, valamint az ellenfél csapatát, ahogy figyeltem, magas intelligenciájú emberekről van szó, és nagyon harcos nép, és nagyon büszke, és például az én klubomban azt tetszik a legjobban, hogy annak ellenére, hogy körülbelül egy ilyen Topolya nagyságú városból jövünk, ha dublini csapattal játszunk, ha korki csapattal játszunk, egyáltalán nem gondolkodnak róla, hogy például lehet, hogy papíron jobb, tehát papíron erős csapat ellen játszunk, ők mindenkit le akarnak győzni, és ez, ami nekem nagyon tetszik, hogy amikor megtalálom azt a hangot velük, vagy azt a taktikai utasítást, amit bírjuk nyerni a mérkőzést, hogyha látják, hogy ez megy, akkor utolsó másodpercig hajlandó betartani mindent, amire kérem őket, és hát az, ami nagyon örülök, hogy mind a két felnőtt csapattal nyertünk meg ebben a szezonban már több mérkőzést úgy, hogy szinte a padlón voltunk, az utolsó pár percben meg tudtuk fordítani a mérkőzésnek a kimenetelét. Visszatérünk most egy kicsit az időbe, ugye, és hát természetesen később majd megint szót ejtünk még erről az írországi tartózkodásodról, de nem ez az első európai csapat, tehát itt, amikor Topolyán edzősködtél, utána azt hiszem, hogy elsőként Máltára mentél el, ugye, és azóta hol mindenhol voltál még? Hát a Máltai Phoenix Sports Club után szerződtem a budapesti Ferencvárosba, valamint a Dán Abihojba, és a Dán Abihojból jöttem át az ír Portlaoise Panthersbe. Hogyan találtak meg az írek, illetve te találtad meg őket? Hát volt egy felhívás például a klubban, hogy kerestnek profi edzőt ennek a két felnőtt csapatnak a részére, és éppen jókor jött, amikor ezt megtaláltam, mivel őszintén szóval Európában nem volt másik konkrét ajánlatom, tehát voltak olyan poltolózások, hogy ha jönnél, akkor ezt még ezt a fejtet tudni neked biztosítani, de konkrét szerződésem nem volt az asztalom. Konkrét szerződésem viszont volt Kamerunból és Indiából, azonban ez mind a két ország igen egzotikus. A kosárlabda terén nem sok mindent tudok róluk, így amikor az írek képbe jöttek, hát körülbelül egy hétet meg tudtunk egyezni, mivel volt egy felhívás, és akkor mindenki az önéletrajzeteket küldeni, és végül ők mellettem döntöttek. Azt hiszem, hogy te vagy akkor a legmérvadóbb, akit most meg tudok kérdezni azzal kapcsolatban, hogyha összehasonlítjuk a máltai, a magyar, a dán és az ír kosárlabdát, akkor mit tudunk elmondani? Tehát a stílusjegyek megegyeznek, miben különböznek? Hát lényegében akármelyik országban voltam, azt kell, hogy mondjam, hogy mindenhol másképp dolgozok. Ugyanis az egy dolog, hogy én nekem mi a filozófiám, illetve melyik országban hozom a tudásomat, azonban, hogyha felnőtt csapattal játszok, tiszteletbe kell tartanom, hogy ők utánpótlás korosztályban lehet, hogy másmilyen filozófiával lettek ellátva, más technikai, más taktikai elemeket tanultak, így valamennyire hozzá kell nyúlnom, hogy ők amit tudnak, illetve amit én tudok, és ebből kell egy olyan anyagot gyúrni, hogy végül meg tudjuk nyerni a mérkőzéseket. Azt kell mondanom, hogy Máltán például kicsit az emberek, mi a mediterrán ország, kicsit lezserebbek. Tehát például abban az országban beláttam 3-4 hét munka után, hogy a
fegyelemből például el kell engednem, illetve taktikailag egyszerűbb kosárlabdát kell játszanunk. Magyarország nem volt ismeretlen számomra, mivel ott kosaraztam 4-5 évet, ezért tisztában voltam az ottani mentalitással, illetve hogy mit kell kérnem, és hát a magyar kosárlabda az évről évre egyre erősebb, és hát újra a férfi válogatott most kint van az Európa-bajnokságon, Kolozsváron. Olyan csoportba kerültek, amiből szerintem tovább is juthatnak, és hát Kolozsvár révén szerintem rengeteg magyar szurkolójuk is lesz ezeken a csoportmérkőzéseken. A dán kosárlabdáról például pedig azt kell mondanom, hogy sokat fejlődtem, illetve megfigyeltem utánpótlásban, hogyan dolgoznak, ugyanis a dán kosárlabda valamennyire talán nekem a litván kosárlabda lehet hasonlító, ugyanis rengeteget dobnak távolról, és hát meg voltam lepődve például, hogy az a csapat, amit kaptam, 12 játékosból 7-8 kitörően dob távolról, és hát ilyen csapataim ritkán voltak, és hát akkor látom utánpótlás szinten, hogyan készítik fel a játékosokat, és hát egy-két dolgot onnan elcsentem, amit a mai napig is használok, és szerintem sokat fejlődtem az edzéseim terén. A dán nép az nagyon büszke, és tényleg nagyon rendszeres, nagy munkabírású, azonban hiányzik belőlük az az egy kis piszkosság, hogy amikor például pár pont van a két csapat között, hogy ki az, aki a legvégén nyer. Az írekről pedig idáig, ahogy mondtam, az a benyomásom, hogy képesek az utolsó percig, utolsó másodpercig harcolni, nem félnek senkitől se, és hát nekem is ez a mentalitásom, mert az egy dolog, hogy előtte felmérem, hogy az ellenfél csapat erősebb vagy nem erősebb, de 40 perc alatt kell eldönteni, ki a jobb csapat, nem pedig papíron. Az egykori jugoszláv kosárlabda, az tudjuk, hogy világszínvonalú volt, és hát amikor az ország ugye szétesett, akkor itt elsősorban azt hiszem, hogy a horvátok és a szerbek maradtak ezen a színvonalon, vagy őrizték meg. Gondoljuk ezt mi itt Szerbiában. Hogyan látnak bennünket? Gondolom, hogy ezt is megtapasztaltad. Hát mindenhol úgy fogadnak, hogy a szerb férfi válogatott miatt, az eredményei miatt úgy fogadnak, hogy biztos nagy tudású szakember lehetek, hogyha már külföldről engem választanak ki ezek a csapatok. De persze ez pár napig tart, utána rögtön edzésen akár a klubvezetők figyelnek, akár az ellenfél csapatai figyelnek, ezt be kell bizonyítani. És hát azt kell mondanom, hogy Szerbiában sajnos a gazdasági helyzet miatt a sportágoknak egyre nehezebbek a fejteleik. Például elképesztő kosárlabdában, hogy most már nem csak a férfi válogatottról beszélnek, hanem a nőiről is, akik például Európa-bajnokok lettek, valamint olimpiai bronzérmesek. Tehát nem azt mondom, hogy ez dönt az mellett, hogy megkapom a munkát, vagy nem, mivel rengeteg szerbi edző van, aki külföldön szeretne edzősködni, viszont ez is sokat nyom alatba. Igen, ahogy mondta, tehát Szerbia és Horvátország emelkedik ki a volt jugoszláv utódállamokból. Habár meg kell vallanom, hogy Boszniába is most valami megindult, és hát a makedónok például 7-8 évvel ezelőtt például Európa-bajnokságon 4. helyet érték el. Azt kell mondanom, ezek az utódállamok még magasabb szinten lennének, ha az országok gazdaságai még jobban állnának, mivel akkor nagyobb lenne a stabilitás, illetve a kosárlabda szövetségek szervezettsége még magasabb színvonalon lenne. Aki csak hírből ismeri az íreket, és hát itt most egy kicsit, tehát nem szeretném őket sértegetni, hanem inkább egy kicsit tréfásra venném a figurát, ugye, aki csak kívülről ismeri az íreket, az úgy képzeli őket, hogy vöröshajú, kékszeműek, és vedelik a sört és a viszkit. Ez azért valamennyire közel áll az igazsághoz? Tehát vannak ilyen írek? Például a férfiak terén nem mondanám, hogy sok vörös hajú van, nőknél igen, de nem azt mondom, hogy mindegyik második, vagy mindegyik harmadik. Tehát van például egy olyan jellegzetes arcvonásuk, hogy például, hogy abban a városban is lakok, rengeteg külföldi lakik, de meg tudom mondani, ki az, ki a külföldi és ki az ír. Hát ahogy mondod, elég sokat vedelnek, hát velem is rögtön az elsőbb rögtön Guinness-sörre vittek el, hogy próbáljam ki az ír helyi specialitásokat.
Lényegében sok ilyennel találkoztam, azonban, hogy például azt kell mondanom, hogy az írek nem szeretik az angolokat, vagy oda-vissza, például ez is úgy látom, hogy nem igaz, mivel akárkit kérdeztem meg, mindenki azt mondta, hogy az a régi generáció, az új generáció már nem ilyen. Amikor egyébként megtörtént a népszavazás a Brexit-tel kapcsolatban, akkor te már azt hiszem, hogy ott voltál, az írek erre hogy reagáltak? Hát az írek ezzel nem foglalkoztak különösebben. Hát ahogy nézem őket, ahogy mondom, annyira Anglia az új generációt nem illeti. Mindenféleképpen nem nagyon örültek neki, mivel már eleve rengeteg külföldi lakik ott, tehát meg vagyok lepődve, hogy például egy topolyai nagyságú városban összes szomszédom például litván meg lengyel. Tehát azt vártam, hogy egy ilyen kisvárosban mindenki ír lesz, csak hát az igazság, hogy Dublintól 80 kilométerre vagyunk, és hát a lakbérletek itt jelentősen olcsóbbak, és van, aki bevállalja azt, hogy inkább lakik Portlaoise-be, és Dublinba utazik minden nap. Globalizálódó világunkban azt hiszem, hogy ez félig meddig normális jelenségnek számít, ugye, ahogyan az is, hogy például a magyar vagy az osztrák női asztali tenisz válogatottban kínai nevű és hát ferdeszemű lányok játszanak, vagy hogy a francia labdarúgó válogatottban alig van már fehérbőrű játékos. Ami a te csapatodat illeti, ott azért az írek még mindig többségben vannak, tehát most már definiáltuk félig meddig, hogy kik azok az igazi vagy tipikus írek. Igen. Hát klubszinten törekszünk az utánpótlás nevelése, és hogy hazai játékosok játszanak. Azt kell mondanom, hogy a klubban minőségi munkát végeztek az edzők az elmúlt években, ugyanis a férnécsapatok mellett nem beszéltek az utánpótlás csapatokról, tehát kadett és junior korosztályban a férfiak és a nők terén a legjobbak közé tartozik a klub, és hát ez is van például, hogy mind a két felnőtt csapatomban néha a kezdősben valamelyik tehetségesebb kadét vagy tehetségesebb junior játékos is helyet kap. A férfi csapatunkban kizárólag ír játékosok játszanak, azonban velük a ligában az első helyen állunk a harmadosztályban, valamint január 20-án játszok a kupadöntőt ebben a rangban, és hát szerintem megvan az esélyünk arra, hogy jövőre a Nemzeti Ligába indulhassunk, és hát akkor mindenféleképpen két külföldi játékossal szeretnék erősíteni, amennyiben a klubbal még tudunk egyezni, hogy maradjak még egy szezont, és nekem is lenne hozzá kedvem. A női csapatban pedig egy amerikai játékosunk van. Nagyon jó választottunk, habár azt kell mondanom, hogy amikor megérkezett, nagyon sok egyéni munkát kellett vele végeznem, ugyanis egy új pozíción játszottam, amit Amerikában, a college ligában nemigen sokszor játszott, 40 percig mondjuk talán 5 percnyi lehetőséget kapott azon a pozíción, de jelenleg ő a ligának a legjobb pontátlaga neki van a ligában. A többiek pedig mind írjátékosok, de azt kell mondani, hogy nem csak írjátékosok, hanem hazai nevelésűek is, és hát lehet, hogy ezért is van, hogy nekik a klub jelent valamit, mivel utánpótlás korosztályban ebben a klubban nőttek fel, és hát tényleg le a kalappal előttük, hogy maximálisan harcolnak mindegyik mérkőzés 40 percig. Azért tudunk most élőben beszélgetni, mert te is hazajöttél most az ünnepekre. Ez azt jelenti, hogy a csapat is pihen, vagy azért ott edzések vannak? Két hét pihenő van, de amint január 2-án megérkezik este a reptérre, este már is edzést tartok, ugyanis már is hétvégén, tehát január első hétvégén már is bajnoki meccseink vannak a két felnőtt csapattal. Szerettem volna még előbb is kezdeni, azonban ahogy mondtam, tehát be kell tartanom az illem kódexot, tehát náluk az olyan, hogy a karácsony meg az új év, hogy mindenki elhozik külföldre, tehát hogyha én edzést akartam tartani a két felnőtt csapatnak ezen a héten, akkor annyit tehettem volna, hát lett volna 3-4 játékosom, és egyénileg foglalkozok velük. Végezetül azt javaslom, hogy beszéljünk még egy kicsit Írországnak a sporton kívüli arcáról, tehát mesélj nekünk még ottani érdekességeket, milyen az éghajlat, milyenek a szokások, milyenek az emberek. Tehát amit az interneten olvastam el, azt nem élem meg, mivel azt olvastam, hogy rengeteget esik az eső, habár amióta ott vagyok 3,5 hónapja, ezt alig tapasztaltam, ha esik is az eső, akkor is rövid ideig. És hát azt olvastam, hogy minden zöld, hát Dániel az összehasonlítva
Dánia az nekem még zöldebb ország, de igen, rengeteg zöld felület is van itt. Az emberek nagyon viccesek, és az, ami számomra érdekes, hogy a külföldieket nagyon jó befogadják, tehát nem hidegek veled. Lehet, hogy már az első nap a te számládra mondanak pár viccet, mivel ők szeretnek így csipkelődni egymásra. Szeretik a könnyű, éles stílust ők is, mivel ugye Szigetországról van szó, de ez, ami én nekem tetszik, hogy a külföldieket hogyan fogadják be, mivel egyes országokban éreztem, hogy az egy dolog, hogy az emberek rám mosolyognak, meg tetszik a munkám a klubban, de valójában nagyobb kapcsolatot nem tartanak velem. Habár szerintem, mint edzőnek nekem az az egy legnagyobb kincs, hogy amennyi országban megfordulok, hogy igaz barátokra teszek szert, és már itt jelenleg több igaz barátra tettem szert, mint például az előző országokban. Ami az italaikat illeti, ugye említetted már a Guinness sört, és hát valószínűleg, hogy kóstolgattad azért az ír viszkit is. Amit az ételeikről el tudunk mondani, van esetleg valami jellegzetes ír étel, amit megpróbáltál, és esetleg még tetszett is? Hát olyan igazi specialitásuk nincsen, ami ír, tehát ők is főleg az angol konyhára támaszkodnak, tehát bárhova fordultam, náluk a globalizáció, tehát mindenféle étel kapható. Igazán ilyen specialitásuk nincsen, én úgy érzem, amiket próbáltam számomra, azok nem voltak valami nagyon különleges dolgok. Habár azt kell mondanom megint, hogy ismét Nyugat-Európában, ahogy élek, számomra az ízek mindig is a legjobbak nekem Szerbiában és mondjuk Magyarországon, és minél nyugatabbra megyek, érzem, hogy annál több adalékanyagot tartalmaznak az ételek, és az ízük is nem annyira jó. Te esetleg megismertetted-e ír barátaidat az itteni ételekkel, italokkal? Gondolok itt akár például a híres magyaros mászlére, paprikásra, vagy akár a pálinkára. Hát persze, hogy megismertettem, mivel mindig, amikor a országban megérkezek, ők mindig mondják, hogy mik azok az ételek, amik őket a legjobban szeretnek, és akkor nekem is kell ezekről a dolgokról beszélnem. De nem csak az ételekről szoktunk beszélni, hanem mivel ugye sportolók vagyunk, a sportról is, és hát bármely klubban megfordultam, azok a volt Jugoszlávia, valamint a mostani Szerbia a legnagyobb sporteredményt, azok mind fújják, és hát sokszor a játékosaimat próbálom minél keményebb védekezésre felkészíteni, valami minél nagy motivációt adni nekik, hogy utolsó másodpercig küzdjenek, hogy a mérkőzés lehet úgy érzi az ember, hogy el van vesztve, de mindig meg lehet fordítani, és hát ilyenkor azokról a legizgalmasabb meccsekről szerzett nekik videófelvételt az internetről, amit a jugoszláv, amit a szerb váltott játszott valamelyik Európa-bajnokságon, világbajnokságon vagy az olimpiai játékokon. Nem beszéltünk még egy valamiről, mégpedig egy nagyon lényeges dologról, ez pedig a szurkolók, ugye? Én erről a brit sport szurkoló világról annyit tudok, ugye, hogy az angol foci szurkolók azok nagyon ismertek, vagy nagyon vérmesek. Milyenek az ír kosárlabda drukkerek? Hát először is azt mondanám, hogy amíg az ember nem él ott, addig nem érti meg őket. Tehát például megmondom azt, hogy náluk a legnagyobb sportág az mindenféleképpen a labdarúgás, a rögbi, valamint egy ír sportág a hurling, ami a labdarúgás és a rögbi talán átmenete, tehát ezt kizárólag Írországban játsszák, és rengeteg sportot követnek, mindenki szeret versenyezni, és sokszor például megesik olyan például, hogy látom, hogy talán olyan játékosok is játszanak egy klubba például, ami azt mondom, hogy nem az a nívó, de ő a csapattal akar lenni, neki az eredmény fontos, és hát járnak szurkolni. Tehát például a mi sportcsarnokunk az körülbelül, mint a Csáki Lajos általános iskola, tehát ha bemennek egy 500 ember, akkor olyan az érzés, mintha lehet, hogy bent lenne 2000 ember, és hát nagyon jó hangulat varázsolnak, tehát van, amikor például dobokat visznek, különböző dudákat, tehát ilyenek vannak, és hát az a mentalitásuk, hogy szurkolnak ők, de a csapatnak igazán megy, akkor tehát az üvöltésig megy, és sokszor a közönség a hatodik ember tud lenni a pályán, és ennek is örülök, hogy a mi sportcsarnokunk úgy van kialakítva, ha bemegy neki csak 200-300 ember, akkor tényleg olyan érzés, mint a 2000-en lennének bent,
és hát a sportcsarnokok is valahogy úgy vannak kialakítva, hogy a közönség minél közelebb legyen a pályához, és ez, amit például nem értek, mivel kosárban szabály ugye, hogy szuperligában az egy dolog, hogy 2 méterre kell legyen a fal legalább az oldalvonaltól, vagy az alapvonaltól, de itt megengedik az embereknek, hogy például az oldalvonal mellé üljenek. Ez, amit például én soha nem láttam, és sokszor néha olyan érzésem van, mint a színházban lennék, mert a VIP páholyban az emberek körbeülik a pályát, és ez egy olyan érdekes érzés, amivel előtte nem találkoztam. Sőt, hát az én véleményem szerint ez akár sérülés veszélyeket is rejthet magában, ugyanis hogyha két játékos ugye hirtelen mozdulattal ugrik a labdáért, akkor esetleg megüthetik ezeket a közel. Hát nem csak sérülés, hanem én meg vagyok lepődve, hogy néha nem csak főtek ülnek, hanem gyerekek is. És hát belegondolok, hogy ugye, ha belegondolok egy férfi dinamikus mérkőzésbe, hogyha két játékos löki egymást, valaki arra gyerekre rá tud esni. De bennük van egy ilyen féle keménység. Tehát például mondjuk azt kell mondanom, hogy lehet, hogy most ott van 2-3 Celsius fok, lehet, hogy én téli kabátba járok, de van, hogy látok embert például rövid ujjban, rövid nadrágba. Mert nekik olyan a mentalitásuk, hogy kemények vagyunk. Ha meg is vagyunk fázva, akkor sem megyünk orvoshoz, akkor is akár talán így öltözök föl, és ez a keménység tetszik bennük, mivel a sportban nekem ez nagyon fontos, hogy a játékosaim kemények legyenek, és hogy nagyon akarjanak teljesíteni. Én megköszönöm neked, hogy eljöttél ide hozzánk is, hogy ezeket az érdekes élményeket megosztottad velünk és a kedves nézőkkel, és akkor végezetül még arra kérnélek, hogy te pedig kemény ír stílusban írül köszönjél el a nézőktől. Hát írül nem tudok elköszönni, mivel ezt nem mondtam, tehát ezzel meglepődtem, hogy van külön nyelvük, és nagyon kevesen beszélik. Tehát nekik az angol az anyanyelvük, és rengeteg olyan ír játékoson van, aki a saját ír anyanyelvén nem tud beszélni, mivel ezt a nyelvet csak akkor tanulod meg, hogyha elemi iskolába külön kéred. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.